Sikeres, boldog új esztendőt kívánok a kedves nézőknek! Önök a Tiszai Televízió első látóhatár című magazin műsorát látják Ungváról. Új óvodába járhatnak a salánki gyerekek. Évet értékelnek a Kárpátaljai Magyar Érdekvédelmi Szervezetek vezetői. Magyarországi települések túlnyomó rész Debrecen és Miskolc önkormányzata finanszírozásával épült óvodai részleget és tornatermet avattak nemrég a nagyszülősi járási salánkon. Ennek köszönhetően a 3000 lakosú magyar ajkú településen 120 gyermek testnevelése vált megoldottá. E mai nap ünnep! Szeretettel köszöntjük kikített begyűjtek! Kedves vendégeink, egy kis figyelmet kérünk! Óvodánkat megnyitni, mami, tedd be gyűjtünk. A salánki óvoda új részlege 20 bölcsödésnek ad otthont. A megnyitón Kövér László köszöntőjében azt mondta, az óvoda nem pusztán nevelési intézmény, hanem a jövőháza, a magyar jövő ígérete salánkon is. A Magyar Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott, ebben a jövőteremtésben Magyarországnak nemzeti kötelessége támogatni a kárpátaljai magyarságot, és állami érdeke támogatni Ukrajnát. Ez egy befektetés, a jövőbe való befektetés, és mindig az a legszebb, és azt érül meg a legjobban. És örömteli dolog, hogy a Ukrajna és benne Kárpátalja talán régen nem látott nyomorúságban szenved a háború miatt, a válság miatt, egyáltalán a családok egzisztenciája is megrendült. Azon közben mégiscsak látható, hogy van jövője ennek a régiónak, van jövője ennek a térségnek, és van jövője az itt élő magyarságnak is. És az is jó érzés, hogy nem csak a hivatalos magyar politika, nem csak a kormányzat mozdult meg, hanem ahogy Debrecen polgármestere elmondta, még csak nem is kizárólag az önkormányzatok fogtak össze, hogy támogassák a salánkiakat ebben a jövőbe történő beruházásban, hanem nagyon sok debreceni polgár, cég adott még a közadakozás formájában hozzá valamicskét ahhoz, hogy ez a tényleg szép európai nívójú óvodai bővítés itt megvalósulhasson az itt élő gyermekek örömére és biztonságára, meg a, nyilván a szüleik megnyugvására is. És a befektetés a két ország közötti kapcsolatokat mennyire erősíti, mennyire van ez kihatása, mennyire várhatja a Magyarország, hogy hasonló gesztusokat tegyen Ukrajna és Magyarország felé? Én azt gondolom, hogy joggal elvárhatjuk, hát egy jó szomszédi viszonyban ez természetes, joggal elvárhatjuk, hogy amilyen támogatást, amilyen barátságot, amilyen megértést tanúsítunk mi a szomszédunk iránt, ugyanolyan támogatás, barátságot és megértést kapjunk érte cserébe. Nyilván más a helyzetünk, mi abban tudjuk segíteni Ukrajnát, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi lehetőségek keretei között megpróbáljuk a magyar közösséget segíteni, mert ezzel nem csak a magyar embereket segítjük, mint hogy itt salánkon is élnek ukrán emberek is, nyilván az ő gyermekeik is ebben a szép óvodába járnak. Segítsünk az utak bővítésében, vagy némi kiegészítése, segítsünk a pedagógusok itt maradásában, megint csak, hogy az itt élő gyermekeknek legyen, aki nevelője lesz a következő esztendőkben is. Segítsük abban Ukrajnát, hogy megkapja az Európai Uniótól, minden tagállamától azt a támogatást, amit mi megadunk a vízummentesség elnyerésében. Ugye Magyarország az első és eddig az egyetlen állam, amelyik ingyenes vízumot ad az ukrán állampolgároknak. Egyáltalán az euróatlanti integrációját Ukrajnának segítsük. És mi idézőjelbe téve csak annyit kérünk segítségképpen, hogy azt az ezer éves összetartozást, ami összefűzi a kárpátai magyar embereket a magyarországiakkal, meg a Kárpát-medencében élő más magyar emberekkel, ezt vegyék számításba, tartsák tiszteletbe, és erősítsék ezt a saját érdekükben is. És jó lenne, hogyha azok a törvényhozási kezdeményezések, amelyek éppen a nyelvi jogok vagy az oktatási jogok szűkítésére irányulnak ebben a pillanatban Kijevben, azok lekerülnének a naprendről, mert mi ezt nagyon komolyan veszük, és arra kérjük a döntéshozókat Kijevben is, meg Ukrajnában, hogy próbáljanak meg nekünk segíteni. Nem tételezünk fel rossz szándékot a részükről, megértjük a problémáikat a keleti szomszédjukkal,
megértjük az ukrán nemzet erősítésére irányuló szándékaikat, de nem gondoljuk azt, hogy ez együtt kellene, hogy járjon a magyarság jogainak a csorbításával. Az ünnepségen többek között Papp Lászlót, Debrecen polgármesterét, Salánk díszpolgára címmel tüntették ki. Debrecen első emberek köszöntőjében azt mondta, felemelő egy olyan összefogás részesének lenni, amelynek köszönhetően jobbá tehetjük a salánki gyerekek, családok, óvodapedagógusok életét és munkáját. Ez egy nem ma indult folyamat, hiszen több mint egy éve történt meg az a beszélgetés, amikor Salánk polgármesterével találkozva én láttam, szembesültem, hallottam arról, hogy milyen problémákkal küzd a település az óvodai ellátás kapcsán, és ugye tudva lévő dolog, hogy Salánkon nem minden kis óvodás kap óvodai ellátást, van akiről a nagyszülők, van akiről a szülők próbálnak így úgy gondoskodni, és ez elindított egy folyamatot, egy gondolkodást Debrecenben, Debrecen városa összességében polgáraival és az önkormányzat adományával együtt 32 millió forinttal támogatta a salánki óvoda bővítését, tornateremmel és csoportszobával való kiegészítését. Őszintén mondom, hogy nagyon megindító pillanatok voltak, nem csak most, hanem az alapkőletétel alkalmával is tavaly októberben, látva azt a nagyon fontos igényt, szükséget, amely egyrészt a gyerekek részéről, másrészt a szülők, a nagyszülők részéről fogalmazódott meg, és azt a szeretetet, ahogy ezt az adományt, ezt a támogatást fogadták. Azt kell mondjam, hogy kívánom minden embernek, hogy legyen része ilyen hasonló élményben. Nagyon jó adni, és hogyha ezt nagy szeretettel fogadják, az még különösen nagyon-nagyon jó érzés. Az új óvodai épület szárny és a tornaterem felépülése annak az anyaországi önkormányzati összefogásnak az eredménye, amely Orbán Viktor miniszterelnöknek a Kárpátalja megsegítésére szólító 2014-es felhívása nyomán alakult ki. Egy vérből vagyunk, és egyet gondolunk. Fontos, hogy egymásra is gondoljunk, másokra is odafigyeljünk. Nekem a krédom mindig az a másokért élő ember. Én boldog vagyok, hogy Miskolc tudta támogatni ezt a kezdeményezést, amelyet a polgármester úr, Salánk polgármestere megálmodott, és az óvoda vezetője is nagy vehemenciával és energiával véghez vitt. Hála Istennek, hogy vagyunk, akik gondolunk másokra is. Én azoknak is gratulálok, akik nem csak a közösből, hanem saját vagyonukból és energiájukból, idejükből áldoztak erre a kezdeményezésre. Nagyon fontos, hogy a nyelvünket ápoljuk, hiszen azok valóban mi vagyunk, és a kultúránkat, mint ahogy a gyerekeknél a Maci csoportban láttuk a néptáncot, hogy így meg tudták őrizni ebben a környezetben, ebben a nehéz helyzetben. Én bízom benne, hogy az együttműködésünk a jövőben is nem csak ilyen gyümölcsöző lesz, hanem még jobb lesz, hiszen bizakodunk abban, hogy a határon is sokkal könnyebben fogjuk tudni egymást elérni. Látjuk, hogy az út is megújult, tehát már az idő is rövidült, a távolságok pedig azt mondjuk, hogy ma már nincsenek. Úgyhogy én optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy Isten segítségével volt már annyi minden baj rajtunk. Most 2017-től jöjjön egy sokkal szebb időszak, és de ehhez együtt kell tennünk mindannyiunknak, és szeretetből, érzelemből, mint ahogy mindenkinek a megszólalásából ma érezhettük. Úgy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, hogy képviselhettem Miskolc városát, és remélem, hogy ellátogatnak önök is, illetve az itteniek is hozzánk, és mi is többször jövünk, higgyelek. Kik voltak azok, akik a zsebükben nyúltak, kik voltak azok, akik azt mondták, hogy igenis, anyagilag támogatjuk ennek az óvodának az építését? Hát először is, amikor a miniszterelnök úr Orbán Viktor felszólította az önkormányzatokat, hogy a kárpát-aljai településeket is támogatni kell, akkor Miskolc elsőként csatlakozott ehhez a felhíváshoz. Hála Istennek, hogy a miniszterelnök úrnak így eszébe jut és felszólít bennünket, mert az is fontos, hogy eszünkbe jusson, és ez egy mintaadás is, és akkor Debrecen is csatlakozott, nem is akárhogy, úgyhogy én gratulálok Debrecennek is, ugyanígy a Miskolci önkormányzatnak is, hogy így tudtuk egy jelentős összeggel támogatni a települést. Talán Debrecen még többet tett hozzá, most már a Magyarország második legnagyobb települése, de Miskolc a harmadik, úgyhogy igyekszünk behozni majd ezt a port. Brenzovics László, a KMKS elnöke szerint ez az összefogás azt jelzi, hogy Magyarország vezetése, az anyaország lakossága bízik a kárpátaljai magyarságban, bízik abban, hogy a kárpátaljai magyarok meg tudnak maradni közösségként a szülőföldjükön.
Valóban az van, hogy aki óvodát épít, az a jövőre tervez, a gyerekeinek, a unokájának tervez. És fontos volt ez a bajai rendezvény abból a szempontból, hogy itt Salánkon egy új óvoda létesítményt adtunk át, amely megtelt gyermekekkel. És több helyen megtörtént ez Kárpátalján az elmúlt időszakban, épp úgy Gyulán, vagy pedig Viskén. És a következő pedig az óvodák éve lesz, amikor magyarországi támogatásból számos óvodának nyílik lehetősége az, hogy bővítsen, korszerűsítsen, vagy pedig új óvodák épüljenek. Azt mutatja, hogy a kárpáti magyarságnak van terve a jövőre nézve, és meg kíván maradni, és a jövőjét a gyermekeiben látja. És azt is, hogy ez megvan a megfelelő magyarországi támogatás, és ez reményel tölte bennünket az, hogy a jövőben is meg tudunk maradni itt, mint közösség, és megfelelő újabb nemzedékek fogják elfoglalni a helyünket, és folytatják majd azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy megmaradjon ez a közösség, és fejlődjön itt Kárpátalján. Viktor Mikulin, a megyei közigazgatási hivatal elnök helyettese a két ország közötti jó szomszédi kapcsolatok fontosságáról beszélt. Наші сусіди в Горці, горський уряд, горський народ нам допомагають на сьогоднішній день. A magyar kormány, a magyar nép segít nekünk. Ez a támogatás fontos nekünk, mert az országunkban gyakorlatilag háborús cselekmények zajlanak. Ezt már mindenki elismerte, az egész világ, nem csak az Európai Unió, hogy Oroszország az agresszor. Ezért nagyon fontos számunkra, az ukrán nép számára az, hogy a nyugati partnereink, az Európai Unió államai, főleg Magyarország, a kormány, a parlament segíti Kárpátalját, és egészében véve az egész Ukrajnát. Ez a mai átadás is a támogatás egy példája. Az óvoda vezetője köszöntőjében azt hangsúlyozta, a bölcsődei részleg és a tornaterem megépülése nagy segítség a falu számára. Az óvodai gondjainkat természetesen nagy mértékben megoldja, mivel hogy ezt a tornatermet mi nem csak tornateremre használjuk, hanem felhasználjuk arra is, hogy a zenefoglalkozásainkat szintén itt tartjuk meg. Úgy gondoltuk el végül is, hogy ha ezt a termet be tudjuk osztani órában, akkor felváltva fognak foglalkozni, délelőtt fognak folyni a tornafoglalkozások, délután pedig a zenefoglalkozások benne. Óriási jelentősége van abból a szempontból, hogy van egy olyan termünk, ami képes befogadni azokat az embereket, akik kíváncsiak végül is ránk, az ünnepeinken, a közös családi napokon, az egyházi ünnepeinken, nyílt napokon, tehát eddig mindig problémát jelentett az, hogy hová tudjuk behívni a szülőket, a 120 gyereket egy helyen, egy csoportszobában semmiképp nem tudtunk összehozni. Eddig még nem volt egy közös Mikulásunk sem, tehát most ez a helység számunkra ez rengeteget jelent, és nagyon-nagyon örülünk, hogy végre megteremtődhetett ez. A bölcsőde, az mennyire oldja meg a gondokat? Tehát lesz-e még olyan gyerek, akinek nincs hely ebben az óvodában? Hiszen elhangzott, hogy bizony még a falu azért nagy, és azért vannak még gyerekek, akik esetleg nem férnek el. Lényegében Ukrajnában az óvodáztatásról a törvény előírja, hogy minden iskola előtti gyerek egy évet kötelező az óvodai ellátásba, hogy részt vegyen. Tehát ebből kifolyólag egy évben 47-48 gyerekünk van egy évben, általában ilyen adatainkkal szolgálhatunk, hogy ennyi a született gyermekek száma. Aztán, ha ezt felszorozzuk, természetes, hogy még mindig a 120 hely az nem elég. De azért mekkora segítség az, mekkora probléma megoldás az, hogy a bölcsőde végül is elkészült, és ma át lett adva? Hát a probléma megoldásban rengeteget jelent, mert nem mindegyik család akarja a gyermekét óvodai intézménybe járatni sem, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most van nálunk 300 gyerek, aki kimarad, vagy felét tudjuk felvenni. A bölcsődei helyre azoknak a szülők nyújtják be az igényeiket, akik visszamennek dolgozni, akik otthon csak otthoni munkát vállalnak végül is, vagy bedolgoznak, vagy kertészettel foglalkoznak, falun élünk, nincs nagymama a családban, aki a gyereket ügyelje, tehát a bölcsődére is igény van. Hogy összegyűlt rögtön, mikor hirdettük az óvodai csoportot, és már is 20 kérvény összegyűljön arra, hogy a óvodai bölcsödébe beírassa a gyermekét, hát szerintem ez elmondja azt, hogy igen, szükség van erre a fejlesztésre, és nagyon örülünk neki. Szerintem nincs olyan ember Salánkon, akit ha megállítanak, és megkérdik, hogy jó érzéssel tölt el bennünket, vagy kellett ez nekünk ez az egész fejlesztés, hogy azt mondaná, hogy nem, mert mindenki két kezével ténylegesen jöttek a szülők udvart rendezésre,
teremrendezésre, mindenre. Szóval a lakosság egyöntetűen mellettünk állt. Tovább élt bennünk a remény. Beszédében Aljochin Viktor Salánk polgármestere köszönetet mondott a magyar kormánynak, Debrecen és Miskolc önkormányzatainak, vállalkozóinak és polgárainak, akik önzetlen támogatásukkal lehetővé tették a salánki emberek évtizedes álmának megvalósulását. Büszke vagyok arra, hogy valóban ennek a mi összefogásunknak a jelképében ezt összefogtuk, úgy Debrecen városát, Miskolc városát, és valóban mi vagyunk az egyedi polgármesteri hivatal, aki 2015-ös Orbán Viktor miniszterelnöknek a felhívásából a megtámogatott magyar községeknek mi tudjuk végbevinni az, hogy egy kész projektet adunk át, amit nem tettük szét oldalra, nem tettük ide, nem tettük oda, hanem felvállaltuk, és akkor egy kész projektet tudunk átadni, aminek élvezik a 20 gyerek, 120 gyerek, 120 gyerek azért, mert egy ilyen tornatelem azért, ami most létrejött, azért az egy egyedi, és lényegében az a testület, amit a csalánki településen végbevittünk, a testület által, ez most egy 10 embernek adtunk még pluszban munkahelyet, amivel növeltük a stábot. A támogatók, ők hogy kerültek kapcsolatba a faluval? Szóval mekkora munkája volt itt a községi tanácsnak, a polgármesternek? Legyen őszinte, akkor mondom azt, hogy hagyjuk a polgármestert, hanem vegyük onnan az elejét, hogy van egy csapat. Van egy csapat, aki elindult és valóban kitűzött elejére egy vezetőt, mint a polgármestert. A polgármesternek egy hű vándorként kell kószálni az egész világ szerte, az most Magyarország vagy bármelyik világ részén, annak érdekében, hogy maximálisan tudunk olyan projektet előteremteni, ami által a földtörvény megváltoztatása a salánki településen, a határ, a földhatárunk megnagyobbítása, és akkor olyan projekteket elkészíteni, ami által most mi a salánk települését tudjuk eltartani. Úgyhogy mi nekünk több olyan projektünk van, ami a tartsajunkban van, több olyan vállalkozók vannak, akik várják a határ mellett, hogy mikor mondjuk meg az igent. Büszke vagyok arra, hogy valóban hitelességét most már elnyertük, ugye a magyar kormány előtt, elnyertük az Európai Unió előtt, hogy Salánkkal érdemes beszélni, Salánkkal érdemes befektetni. A magyar kormány jóvoltából több olyan támogatásban részesültek az oktatók, az orvosok és a társadalom más rétegei, amely lehetővé tette, hogy Kárpátalján fennmaradjon a magyarság, mint közösség, véli Brezovics László, kijevi parlamenti képviselő, a KMKS elnöke. A Donyeszk-medencei konfliktusban már nem csak Ukrajna, de Európa is belefáradt, ezért a képviselő a béke megteremtését várja a következő évtől. A kárpátaljai magyarság, mint egész Ukrajna lakossága, társadalma rendkívül nehéz helyzetben van, hiszen ez a több éven át tartó válság ugye rendkívül mélyre vitte a gazdaságot, ezáltal az embereknek az életszínvonalát. Másrészt pedig az, hogy egy hosszantartó, elhúzódó válság, amikor az ember még azt gondolja, hogy valami egy év múlva véget ér, akkor az könnyebben átvészeli, meg vannak tartalékai, mint amennyi ilyen elhúzódó, és sajnos az elmúlt évben sem oldódtak meg azok az alapvető kérdések Ukrajnában, amik reményt adnának arra, hogy megkezdődik valamifajta kilábalás ebből a válságból. Sajnos módon, hogy a keleti harcoknak az intenzitása a minszki megállapodások miatt, vagy értelmében lecsökkent, ugye nem volt már új behívás, mobilizáció,
azonban nem látni a válságnak a megoldását, mert a Minszki folyamat ugye megakadt, annak a végrehajtása kétségessé vált, már pedig más terv arra nézvést, hogy hogyan lehetne ezt a háborús konfliktus megoldani, jelenleg nincsen. Rom azt is látni kell, hogy a jelenlegi felállásban az ukrán parlament azokat a szükséges törvényeket, amelyek szükséges lennének a Minszki megállás végrehajtásához, nem akarja elfogadni, viszont más megoldást nem tud kitalálni, hiszen teljesen nyilvánvaló az, mivel a kelet-ukrajnai szakadárak mögött Oroszország áll, hogy ennek a konfliktusnak katonai megoldása nincsen, ezt el kellene fogadni, és tovább kellene dolgozni a békés megoldáson. Nyilván a háború, illetve a gazdasági kapcsolatoknak a megszakadása, a Krím leválása, a kelet-ukrajnának az idéglenes leválása, ez az ukrán gazdaságot egy rendkívül mély válságba sodort, amit nem tud ellensúlyozni az a különböző támogatás, segély, kölcsön, ami nyugatról érkezik. Másrészt pedig van egy elbizonytalanodás Ukrajnának az európai integrációs lehetőségeit illetően, ami szintén rányomja a bélyegét erre a rossz hangulatra, hiszen itt az egész forradalom, meg az egész dolog egy irányváltás volt, hogy Európa irányába indul el Ukrajna, viszont a vízum mentességet nem kaptuk meg, már itt az év vége, és most már nem is fogjuk az év végéig. Hollandiai népszavazás következményeképpen rendkívül súlyos feltételeket támasztanak azért is, hogy a szabadkereskedelmi szerződést az EU vagy Hollandia ratifikálja, ami azt mutatja, hogy a következő évben is tulajdonképpen ugyanakkor gondokkal fogunk küzdeni, mint ebben az esztendőben. Remélhetőleg nagyon sok változás zajlott le ebben az emés választások lesznek a következőben és a Nyugat-Európa fontos államaiban, hogy egyfajta új szemlélet fog kialakulni, ami lehetővé teszi azt, remélhetőleg lehetőszi azt, hogy a válságból megkezdődjön a kilábalás, ami természetesen nem lesz könnyű. Ugyanakkor vannak olyan tendenciák is, hogy bizonyos politikai erők, amelyek jelenleg a parlamentben igen jelentős számban vannak jelen, és a kormányzatban, és azok ugye a kisebbségi jogoknak, ugye a kárpátiai magyarság jogainak a megnyírbálásában érdekeltek, vagy ezt látják fontosnak, ami még rátesz erre az egész válságra, hiszen a utatási törvénynek a módosítása, az alkotmánybíróság elé vitt nyelvtörvény, a különböző rendkívül éles támadások a kárpátiai magyarság ellen az ukrán sajtóban, a különböző megalapozatlan vádaskodások, vagy pedig a március 13-ai tüntetés is rosszul befolyásolják a kárpátiai magyarság közéletét. Akkor ugye pozitívum az, hogy bár nyilvánvalóan erősödött az elvándorlás, az elvándorlás egy folyamat, amely tulajdonképpen azóta folyik nagyobb intenzitásra, mint amely nyitottak a határokat, de hát végül is korábban is volt. Ez felerősödött, de mégiscsak a kárpátiai magyarság ugye tömegesen, pánikszerűen nem hagyja el a szülőföldjét, és hát sikerült megtartani intézményrendszerét, oktatási rendszerét és kulturális szervezeteit, politikai szervezeteit, a választások következtében ugye teret nyertünk a különböző politikai szintereken. Nyilván a kárpátiai magyar közösségnek az így módon való fennmaradása Magyarország támogatása nélkül aligha valósulhatott meg ebben a formában, viszont ezt a támogatást ezt megkaptuk, sőt ezek bővültek is különböző programokkal, oktatási, nevelési támogatás, gyermekétkeztetési támogatás a tanároknak, orvosoknak történő bérkiegészítés, ami ebben az évben bővült más kategóriák felé is. A külügyminisztérium által támogatott gazdaságfejlesztési program rendkívül sikeresen zajlott ebben az évben, hiszen 1300 jelentkező volt a különböző támogatásokra, 11 000 ember kért támogatást a föld kérdésének a rendezésére. Ezek pozitívumok, ami mutatja a kárpátiai magyarságnak az életképességét, és reményt adnak arra, hogy a továbbiakban is, ebben a nehéz időszakban kárpátiai magyarság meg tud maradni, mint közösség. Igen, említette az új ukrán oktatási koncepciót, amit első olvasatban már el is fogadott a parlament, az új oktatási törvényt. Ennek hol áll a kérdése, vagy ez mi lehet ennek a vége? Tehát ugye a törvény értelmében ugye akár odáig is fajulhatnak a dolgok, hogy néhány tantárgyat ukránul kell tanítani a magyar iskolában. Tehát ez még csak egy tervezet. Ez hol áll jelenleg? Hát az első olvasatban elfogadott törvény, hát önképpen nincs baj, mert az elfogadható tulajdonképpen a
kárpáti magyarság és nemzeti kisebbségek számára is, sőt, számos pozitívumot is tartalmaz. Azonban az utána beindult folyamatokkal van probléma, amikor bizonyos ukrán jobboldali erők ugye megpróbálják ezt olyan módosító indítványt keresztülvinni a törvény vonatkozásában a 7-es számú passzussal kapcsolatban, ami tulajdonképpen egy olyan állapotot eredményez, amikor megszűnik a törvényes védelme a nemzeti kisebbségek jogainak az oktatás területén, az oktatás nyelvének a vonatkozásában, hiszen még a tovább korábbi alkotmány és a törvény garantálta a nemzeti kisebbségek nyelven történő oktatást az egyetem és az oktatás minden szintjén. Addig ugye az új módosító javaslat értelmében itten csak joga van az oktatásra, hát például az ukrán alkotmány értelmében jogunk van a lakáshoz is, de hát hol lehet ezért a lakásért, ami jogunk van, jelentkezni. Tehát sokkal nagyobb visszalépés, illetve két olyan fogalomhoz köti a kisebbségoktatás lehetőségét, hogy részben az ukrán nyelv mellett, részben pedig a kompakt település, ottól tömbben él, hogy irodalmian fogalmazzunk, és az ukrán törvényhozásban sem az, hogy mit jelent az, hogy az ukrán nyelv mellett, sem az, hogy mit jelent az, hogy tömbben él a kisebbség, ez hány százalék a kisebbségnek, ez nincs megfogalmazva, mert széles lehetőséget nyit arra a visszaélésekkel, hogy a kisebbségoktatást vissza leépítsék. Ezt nem is titkolják azok, akik ezt javasolják, több tárgyaláson vettünk részt, legutóbb pénteken volt egy ilyen megbeszélés a Oktatási Bizottságban, ahol ugye rendkívül véres magyar ellenes kívánásokra is sor került, ami furcsálok, végülis egy szakmai kérdésről van szó, nem pedig arról, hogy a magyarok hány százaléka beszél az ukrán nyelvet, vagy pedig be akarják-e hívni Orbánnak a csapatait, én is elhangzott, ami természetesen mint provokáció rendkívül sem viszont, de mutatja azt a tendenciát, hogy bizonyos erők ezt vissza szeretnék venni. Ami rendkívüli módon okoz majd feszültségeket a társadalomban, nem tudom, ezt miért nem értik meg, elsősorban ugye azért, mert ugye Ukrajna lakosságának körülbelül 20-25%-a nem ukrán nemzetiségű, és közel a felének a beszélt nyelve az nem az ukrán. Ezt a legutóbbi félmérések mutatták ki, hogy a lakosság körülbelül 90%-ban ukránnak tartja magát, ukrán állampolgárnak tartja magát, de ha beszélt nyelvre kérdezték rá, akkor több mint 50% azt mondta, hogy más nyelv a beszélt nyelve. Na most ebben a gazdasági helyzetben, hogyha az ő szempontokban indulnék ki az egész oktatási rendszernek az ukránosítása elképzelhetetlen, mert erre nincsenek se tanárok, sem egyéb fajta lehetőség. Tehát még az ukránhoz közeli álló orosz iskoláknak az ukránosítását sem tudnák egy nemzedék alatt sem megcsinálni, azért mert azokban a községekben, falakban, kisvárosokban nincs tanár, aki megfelelő szinten tudná ukránul beszélni, nem jött egy teljesen ilyen állandó feszültséget okozó dolog lenne, mint amikor voltunk a 90-es évek Bodesszában, és elvittek bennünk egy iskolába, és azt mondták, hogy ez az iskola, itten már ukrán nyelven folyik az oktatás. Bennültünk egy órán, szépen lejátszották nekünk a színjátékot, hogy folyik ukrán az oktatás, de amikor kimentünk a szünetbe, természetesen mindenkor rosszul beszélt az iskolába, és a tanárok is mondták azt, hogy a gyerekek az ukrán nyelvet nem értik, emiatt természetes az, hogy az ellenőrzésen kívül az iskolában tovább is az orosz a nyelv. Másrészt pedig ugye ukrán rendkívül jelentős nemzetközi feszültség elé is áll ebben a kérdésben. A különböző nemzetközi kötelezettségvállalásai vannak, a nyelvi karta, vagy pedig a kisebbségi keretegyezmény, ahol ezt mindez a kérdéseket kimondja. Tehát, hogyha így folytatja, akkor ezekben a nemzetközi intézményekben támadásoknak lesz kitéve. Nem beszélve azt, hogy az oroszok ezt természetesen ki fogják használni a különböző nemzetközi fórumokon. Másrészt meg vannak két oldalú szerződése is, többek között Magyarországgal, Romániával, vagy Moldovával, ahol ugye le van írva feketén-fehéren, hogy kötelességet vár Ukrajna arra, hogy például a magyar nyelven történő oktatást ez biztosítja, garantálja a magyar kisebbség számára, úgyhogy ez is megint csak nemzetközi kollíziókhoz vezet majd. Nem beszélve az, hogy teljesen egy ilyen ex-lex állapotba kerül Ukrajna, mert ez, bárhogy is próbál kimagyarázni különböző ilyen jogi terminológiákat, de ez tételesen ellentétes a ukrán alkotmánya. 53. pontja, amelynek garantálja a kisebbségi nyelveken történő oktatást,
tehát garantálni pedig jogot ad. De még hogyha ezt valahogy ki is magyarázzák, hogy van egy felsorolás, hogy milyen szinteken, akkor is van Ukrajnában egy 23. pontja az alkotmánynak, amely szerint az embereknek a szerzett jogait nem lehet szűkíteni. Tehát ami már van joga hozzá, azt nem lehet szűkíteni. Na már pedig a Kárpátalján, vagy Ukrajnában a magyar nyelven való oktatást nem kell létrehozni, mert az van. Az van, működik, létezik különböző szinteken. Tehát mindenképpen, hogyha ezt szűkíteni próbálják, vagy eltörni próbálják, ez a jogoknak a szűkítése. De azonban úgy látom, hogy a következő évben ezzel kapcsolatban még éles viták várhatóak. És akkor tényleg már csak néhány gondolatban a végén, hogy mit vár az elnök úr a 2017-es évtől. Ugyanez az ellenszél, ugyanez ez a szélmalomharc, ugyanez a folyamatos kiállás. Hát az ember mindig reménykedik, ugye különösen advent idején, vagy amikor remény születés, mindig reméli azt, hogy egy boldogabb új esztendő következik. Azonban a nemzetközi mozgások és a ukrán társadalomnak az állapota arra mutat, hogy mindenki a változásokban igényel. Belefáradtunk ebbe a mélyrepülésbe, és meg kellene kezdeni már a kiutat ebből. És a kiút ebből nem a konfrontáció, hanem az érdekeknek az egyeztetése minden szinten. Tehát nyilván azok a nemzetközi változások, amik voltak az elmúlt évben, meg lesznek a következő évben, nyilván azok az események, amelyek kétségessé teszik a Ukrajnának a gyors integrációt az Európai Unióba, és ugye ebben is további tárgyalásokra van szükség. Nyilvánvaló az, hogy a keleti konfliktus be kell majd fejezni, mert egyszerűen az ország tovább nem bírja. Én remélem azt, hogy ezek az erők összetevődnek, és végül is Ukrajna elindul a következő évben egy olyan úton, amely nem a problémáknak az élesítésére, hanem a problémáknak a megoldására irányul, és amit már beszéltünk, hogy ennek az egész dolognak erőből való megoldása, katonai úton való megoldás, erőszakon a megoldása igazából nem lehetséges különböző okok miatt. Emiatt az egyetlen út ez a békés tárgyalásnak útja, és az országon belül is az érdekeknek a egyeztetése és egyesítése, akkor lehet egy olyan békés, de demokratikus Ukrajna, ahol a kisebbségeket is tiszteletben tartják. Ez az országnak van, lehetne esélye arra, hogy elinduljon benne egyfajta fejlődés, és egy ilyen országnak lenne esélye arra, hogy fokozatosan integrálódjon az európai struktúrákba. Magyarország olyan nemzetté küzdötte fel magát az utóbbi években, mely gazdaságpolitikai hatalom Közép-Kelet-Európában, és melynek a szavára sokat adnak. Ezért tudhatni az európai elkötelezettségű Ukrajnára is, hogy az betartsa azokat a vállalásokat, melyeket a kisebbségeknek ígér. Véli Zubánis László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Hogyan értékelni a 2016-os esztendőt a kárpátaljai magyarság szemével? 2016 a félelmek, remények és a tervekéve. Félelmek azért, hiszen Ukrajnában egy nemzeti radikális irányvonal lassan, de apránként átveszi a terepet. Remények azért, hiszen tapasztaljuk a 2016-os évben azokat a gyakorlatilag mindennapi életünket befolyásoló intézkedéseket, amelyet a magyar kormány biztosít annak érdekében, hogy megmaradjunk, és minőségi legyen ez a megmaradás, és remény abban a tekintetben, hogy mi mindig is megpróbáltunk itt, mint a tajgai fűz, belesimulni a viharba, és túlélni ezeket az eseményeket. Tehát 2017-ben egyrésztből azt a magyar egységet próbáljuk megőrizni, amelyet az elmúlt esztendőkben sikerült kialakítani, és megpróbálni egy új választ adni arra a történelmi kihívásra, amelyet most Ukrajnának neveznek. 2016 reménykedésre ad mindenképpen okot az elmúlt hetekben magyar-ukrán kormányfői találkozóra került sor, ahol részben sikerült hangot adni azokra a kérdésekre, és azokra a bajokra, problémákra, amely a kárpátaljai magyarságot foglalkoztatják, ez a nyelvhasználat, oktatási kérdés, amely mindennapjainkat befolyásolja, és többek között valószínűleg ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy Ukrajnában az a hang, ami
részünkről már kevésnek mutatkozik, hiszen nem érjük el az inger küszöbét az ukrán kormánynak, viszont egy európai ország, amely, és úgy véljük, hogy Magyarország olyan nemzetté küzdötte fel magát az utóbbi években, amely gazdasági, politikai hatalom Közép-Kelet-Európában, és amelynek a szavára sokat adnak, akár az Európai Unióban is, sikeresen el tud járni azért, hogy Ukrajna, amely elkötelezte magát Európa felé, azokat a vállalásokat, amelyet korábban tett, be is tartsa. Tehát mindenképpen kell, hogy emlékeztessük Ukrajnát arra, hogy nem csupán jogai, illetve kötelezettségei vannak az Európai Unió felé, hanem azokat a kisebbségek irányába tett gesztusait, amelyet a 90-es években, tehát ezeket újra elő kell venni, és ezeket realizálni kell. Itt a nyelvhasználatra, az oktatási rendszerre gondolok, és reméljük, hogy egyszer nekünk is megnyitják ezeket a tárgyalási fejezeteket, amelyet Szerbia jelenleg folyamatában intéz, és amelyekben elég pozitív előrelépéseket tapasztalunk a vajdasági magyar kisebbség szempontjából. Ezeket szeretnénk végre már valamikor mi is elkezdeni. Magyarország az utóbbi időben komolyan segítette a kárpátai magyarságot gazdasági szempontból. Gondolok csak az EGAN-EDE tervre, illetve a keleti partnerségi programra. Ön hogyan látja azt, hogy az ukránok mennyiben partnerek ebben? Néhány napja láttuk azt a tandem nevezetű felmérést, amely a magyar kormány készített Kárpátalján ukrán és magyar kérdezők bevonásával, ami többek között értékelés ennek a programnak is, hiszen ennek a következtében az a 2001-ben mért 150 ezernyi magyar sokkal többnek látszik, megfogyatkozása ellenére is, mint amilyen valójában. Tehát mi magunkat, mint magyar közösséget, mint a velünk együtt élő többségi nemzet képviselő bennünket, magyarokat többnek látnak és láttatnak, mint amekkorák létszám szerint vagyunk. Ez többek között a magyarországi támogatásnak és a magyar kormánynak az intenzív politikájának köszönhetően alakult és alakulhatott ki. Úgy hiszem, hogy 2016 ez... Mint történész mindig megpróbálok példákat hozni, és többek között nekem most ezzel egy bibliai példázat jut eszembe, Belsezár király lakomája, ahol megjelenik a falon egy kéz, és fölírja a szavakat, hogy menetekkel ufárszín, azaz megmérettettél, könnyűnek találtattál, és átadattál a perzsáknak. Most éppen ennek a megmérettetési időszaknak a elején járunk, és reméljük, hogy ez a megmérettetés nem lesz olyan, amely azt mondja, hogy bennünket el kell ejteni, és át kell adni a perzsáknak. Tehát mi most kárpátai magyarok 2016-ban, és részben ezek a különböző programokban való aktív bekapcsolódás azt mutatja, hogy vagyunk egy életképes közösség, vagyunk egy olyan közösség, amely képes a kor kihívásaira válaszokat adni, és azokat az embereket is visszahívogatni a szülőföldjükre, akik eltávoztak. Ez a mi feladatunk, és a perzsákat pedig megpróbáljuk elfelejteni. Tehát az itteni többségi nemzettel próbálunk egy konstruktív, megfelelő párbeszédet kialakítani. És többek között példa erre a megyei tanácsnak az elmúlt ülésszakán elfogadott nyilatkozata, amelyben ők is mellékálltak a kisebbségi jogok biztosításának az ügyében, azaz magyar, ruszin, ukrán, orosz, cigány, mindenki kéri, hogy a kisebbségi, nyelvhasználati, akár az önkormányzati jogokat itt Kárpátalján és Ukrajna egészében biztosítani kell, mert ez az egyedüli európai út, amelyre Ukrajna rátévedt, és reméljük ezzel az úton végig fog haladni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk 2017-ben is, itt a Tiszai csatornán. Viszontlátásra!